Köszöntöm nézőinket! Mai adásunkban igyekszünk több tévhitet eloszlatni, amely a hüvei szülés, illetve a császármetszés utáni normál hüvei szülést jelenti. Örülök, hogy elfogadta a felkérésünket Rákóczyné Krémer Ágnes, az Életkezdet Szakmai Egyesület szülésznője, laktációs szaktanácsadója, perinatális szaktanácsadója. A mai fő témánk, amivel egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, hogy császármetszés után létezhet-e, és mi tudjuk, hogy létezhet, a hüvei szülés. Így van. Van egy nagyon régi tévhit, miszerint egyszer császár, mindig császár. Ez egy szülészorvostól hangzott el még a múlt századnak a első felében, és valóban akkor a császármetszés egy nagyon kockázatos műtét volt az anyák számára, csak nagyon-nagyon végső esetben végezték, és akkor az a műtéti technika valóban azt jelentette, hogy az anya egészsége szempontjából egy következő szülés is császármetszéssel végződjön. Szerencsére ma már a császármetszés egy elég nagy biztonsággal elvégezhető műtét, egészen más technikákat alkalmaznak, az antibiotikum védelem, a szükség szerinti vérátömlesztésnek a lehetősége, az anesteziológiai technikáknak a birtokában ma már bátran mondhatjuk, hogy ha nincs olyan ok, ami fennáll a második várandóságnál is, akkor az anya jó eséllyel megpróbálhatja a hüvei szülést, és jó helyen, jó kísérőkkel, támogatókkal ez elég nagy arányban meg is tud valósulni. Milyen tévhitek kapcsolódnak ehhez a témához még? Nagyon sokszor az anyák között is egy tévhit tud keringeni, vagy talán nem is tévhit, hanem egy kicsit így az anyáknak az egymáshoz való viszonyában egy olyan dolog szokott elhangozni, hogy hát, hogyha te nem hüvei úton szültél, akkor te nem is tudod, hogy milyen egy gyereket világra hozni, az már nem is tud olyan jó anya lenni. És hát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez egyáltalán nem így van, mert hogy az anyaságunknak rettentő sok rétege van, és valóban a szülés egy nagyon kiemelt csúcsélménye egy nőnek és egy babának az életében, de ezen kívül még rengeteg más dolog is befolyásolja, már maga a várandóság alatti életmód, hogy akkor hogyan kapcsolódik az anya, az édesapa és a szűkebb család a babához, és hát az, hogy mi történik a megszületés után, az megint egy nagyon fontos tényező abban, hogy majd hogyan fog alakulni egy kisbabának az élete, akkor is, mikor kisbaba, mikor már nagyobb gyerek, vagy amikor már felnőtt. Tehát nem egyedül a szülés módja az, ami meghatározza azt, hogy jó anyagyermek viszony legyen. Kétségkívül egy jó minőségű szülés, az megkönnyíti és olajozottá teszi azt az utat, amin az anyának és a gyermeknek el kell indulni. Ez a szakemberek számára szerintem azt jelenti, vagy akár a családtagok számára is, hogyha egy anyának nehéz szülése volt, vagy császármetszéssel hozta világra a gyermekét, akkor lehet, hogy ők az elején sokkal több és intenzívebb támogatást igényelnek ahhoz, hogy aztán ők is majd olajozottan tudjanak együttműködni. Melyek azok a dolgok, amelyek elősegíthetik a császármetszés utáni hüvei szülést, illetve vannak olyan dolgok, amiket fontos betartani? Az mindenképpen nagyon fontos tudni, hogy miért volt az első császármetszés. Ez azért fontos, mert hogyha mondjuk az anyának egy olyan alap problémája vagy betegsége van, például mondjuk egy baleset kapcsán mondjuk medence deformitása van, vagy mondjuk egy szemészeti indikáció miatt volt az előző császármetszése, nyilvánvalóan egy következő várandóságnál ezek az indikációk pontosan ugyanúgy fennállnak, tehát ott akkor nyilvánvalóan egy ismételt császármetszésre kerül sor. De azért nem ez a legtöbb eset, amivel az életben találkozunk. Fontos tudni, hogy ha mondjuk nem ilyen jellegű volt az előző indikáció, akkor azok vajon mennyire voltak olyan helyzetek, amik valószínűleg nem ismétlődnek.
Ilyen például, hogyha mondjuk az első baba medencevégű fekvésben volt, vagy harántfekvésben, és emiatt nem tudott a hüvei szülés megvalósulni, vagy mondjuk a méhlepénynek egy tapadási problémája, tehát hogy a méhszájon tapadt a méhlepény, és emiatt nem lehetett hüvei szülésbe bocsájtani az édesanyját, akkor ez egy olyan dolog, ami akkor nagyon is indokoltá tette azt, hogy császármetszés legyen, ez volt a biztonságos az anya és a baba számára, de egy következő várandóságnál, ahol ennek az ismételt előfordulási esélye az nagyon-nagyon minimális, tehát valószínűleg nem lesz, akkor jó esélye van egy anyának arra, hogy hüvei úton hozza világra a kisbabáját. A saját tapasztalatom az, mert hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sok ilyen kismamával dolgoztam, és dolgozom most is együtt, hogy azért a legtöbb császármetszés, az az úgynevezett fájásgyengeség, vagy téraránytalanság címszót szokta viselni, ami azért felveti nagyon sokszor azt, hogy vajon mennyi időt hagytak annak az anyának arra, hogy a babáját világra hozza, hogy milyen volt a támogatása az anyának a vajudási időszak alatt, hogy a várandóság alatt hogyan kommunikáltak ezzel az anyával, hogyan vezették őt végig a várandóságon, és sajnos néha hallani, hogy már a 30. hét körül elkezdi az orvos pedzegetni, hogy hát ez a baba nagyobb, mint amit gondoltunk, nem biztos, hogy világra tudja hozni. Most már túl vagyunk a kiírt időn, már 2-3 nappal, és még mindig zárt a mészszája, hát ez a baba sose fog megszületni. Tehát, hogy nagyon sokszor kapnak az anyák nem túl jó negatív szuggesziókat, ami az önbizalmukat azért elég erősen alá tudja ásni. Hallani olyan tévhiteket is, hogy lehet császármetszés után hüvei úton szülni, de hogy akkor hasplasztikára van szükség. Uh-huh. Nem tudom, hogy erről hallottál-e, vagy van ennek valami valóság alapja. Tehát lehet, hogy nyer az anyuka, ez a tévhit szerint, ugye, mert hogy hüvei úton világra hozza a gyermekét, de utána pedig milyen egyéb teendői lesznek. Uh-huh. Hát a hasplasztikával ez nem igen függ össze, vagy már legalábbis a hüvei szülés abban az értelemben, hogy akkor az rontana mondjuk egy meglévő helyzeten, sőt igazából azt gondolom, tehát a hüvei szülés az a biológiai norma. Természetesen előfordulhat, hogy van akinek egy nagy magzat, ikervárandóság, átlagosnál sokkal több magzatvíz miatt, vagy egyszerűen a saját genetikai kötőszöveti gyengesége miatt extrém mértékben kinyúlik a hasfala. De itt azért erősen meg kell különböztetnünk azt, hogy itt a hasizmokról beszélünk, vagy pedig a hasnak a kívülről jól látható bőr részéről. Tehát, hogyha valaki hajlamos arra, hogy ez a bőr neki nagyon megnyúljon, akkor az nem a szülés módjának a kérdése, hanem az egyszerűen az az ő genetikai szöveti sajátossága, amit lehet az életmóddal, a mozgással és a táplálkozással esetleg csökkenteni, vagy éppen esetleg egy rosszabb állapotba tud kerülni, de semmiképpen nem a szülésnek a módjával függ össze. Ezzel szemben az úgynevezett egyenes hasizmoknak a szétnyílása, ami előfordulhat akkor is persze, hogyha valaki hüvei úton hozza világra a gyermekét, de ez leginkább nem a szüléskor fog szétnyílni, hanem valószínűleg már a várandóságnak egy bizonyos időszakában, a harmadik harmadban, amikor túlfeszül ez a hasizom, és a köztelévő kötőszövetes réteg megnyúlik, elenged. Viszont azt kell tudni, hogy a császármetszésen átesett anyáknál ez viszont biztosan szét van nyitva ez a réteg, tehát náluk mechanikus úton megnyitják, hiszen nem tudnak másképp a hasüreghez, illetve a méhhez hozzákerülni, tehát igazából azt tudom mondani, hogy ilyen szempontból, a hasizom szempontjából a császármetszés az biztos, hogy érinti ezt a területet, amit egyébként nem biztos, hogy később plasztikázni kell, tehát egy bizonyos szint ez a probléma egy felkészült jó gyógytornásszal remekül helyrehozható. Mit tanácsolsz akkor így a kismamáknak, várandósoknak, főleg azoknak, akik már túlestek egy császármetszésen, hogy hogyan közelítsenek itt a témához, milyen buktatói lehetnek ennek?
mivel a szülés az nem egyszerűen egy fizikai történés, hanem ahogy az élet más területén is össze vagyunk kötözve a lelkünkkel, és ez a két dolog egymástól nem szétválasztható, ezért azt gondolom, és az is a tapasztalatom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy az előző szülés élménye az legalább valamilyen szinten legyen megdolgozva és helyre rakva. Valószínű, hogy legnagyobb eséllyel egy következő sikeres szülés tud majd egy olyan pont lenni az I betűn, ami véglegesen helyre tudja tenni az előző szülésnek azt az esetleges élményét, hogy nem érzi magát kompetensnek a női szerepben egy nő, de hogy biztos, hogy mindenkinek kell a szülésének az élményéről egy szakemberrel beszélni. Vagy hogyha nincs arra módja, hogy ezt megtegye, akkor szoktuk javasolni, hogy írja le az előző szülésnek az élményét, így jobban rá tud nézni, hogy mi volt ott az, ami neki nagy nehézséget okozott. És ahogy általában egy szülésfeldolgozásnál, amikor úgy részleteiben szétszedjük a szülésnek a történetét, vagy az odavezető utat, akkor azért mindig tudunk jó dolgokat is találni. Tehát, hogy találja meg az asszony azt, ami jól sikerült az előző szülésnél, még hogyha összességében mégsem azt az élményt tudta végigvinni, mint amire készült. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan helyen történjen a gondozás és a szülés, ahol olyan csapat van, akiknek nagy tapasztalatuk van az ilyen asszonyoknak a kísérésében, mert hogy itt a nagyon fontos természetesen a szakmai tudás, hogy hogyan kell, milyen pluszok kellenek ahhoz, hogy biztonsággal kísérhessünk egy ilyen szülést, de ahogy mondtam, hogy a szülés az nem csak egy fizikai aktus, hanem egy nagyon fontos érzelmi történet, ezért a pozitív szuggesziók, a megtámogatása az asszonynak, a folyamatos reális biztatása abban, hogy ő ebben sikeres lesz, az egészen meg tudja növelni a sikerességnek az arányát. Egyébként a gyakorlatban ez hogyan működik, vagy működhet, mi a te tapasztalatod, hogyha egy anyuka ugye keres magának orvost, hogy ha nem olyan szemlélettel közelít az orvos felé, akkor ő addig menjen, amíg talál olyat, aki ebben őt támogatja? Hát az a kérdés, hogy ki mennyire elszánt ebben a történetben. És hogy sokszor van olyan, amikor valaki azt mondja, hogy ő szeretne hüvely úton szülni, és hogy nyilván azért mondja, mert ő ezt így is gondolja, de valahol mélyen a tudatalattiában mégis rengeteg félelem, feszültség, szorongás van, és előbb-utóbb vagy a teste megmutatja ezeket a jeleket, és akár már a várandóság alatt egy olyan problémát gyárt magának, ami aztán egyenes út a császármetszéshez, vagy a szülési folyamat lesz olyan, ami sokszor elakad, nehezen tovább lendíthető, és aztán mégis császármetszés lesz belőle. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor, amikor az anyák valamilyen módon realizálják, hogy nem biztos, hogy a hüvelyi szülés szempontjából a legjobb helyen vannak, de sokszor mégis azért ragadnak annál a gondozónál, mert hogy a lelkük mélyén igazából mégis úgy érzik, hogy nekik a császármetszés lesz a jó megoldás. És aztán így az élet ezt így lekerekíti nekik. És látok sokszor olyan asszonyokat, akik először csak finom jelekből érzékelik, hogy nem biztos, hogy azonos hullámhosszon vannak, majd ahogy ezek a jelek erősödnek, de haladnak előre a várandóságukba, és hogy sokan abban az időben már nem is mernek váltani, de ők mégis mernek váltani, és keresnek új helyet, új gondozókat, és általában ezek a nagyon elszánt asszonyok a lehető legnagyobb sikerességi rátával hozzák világra hüvely úton a gyermekeiket. De jó, hát nagyon örülök ezeknek a pozitív példáknak is, illetve hogy sikerült tényleg rengeteg tévhitet eloszlatni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, Rákóczyné Krémer Ágnes, az Életkezdet Szakmai Egyesület szülésznője, laktációs szaktanácsadója, perinatális szaktanácsadója, és nagyon jó, hogy vihetjük itt a
tévhitek eloszlatásának hírét, ugye a zuglói civilházban minden hónapban a meghirdetett időpontban lehet ingyenesen hozzátok fordulni, és ti tudjátok segíteni, támogatni a kismamákat, várandósokat, akik szeretnék megváltoztatni esetleg azt a dolgot, amiben úgy érezték, hogy belecsöppennek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.